Havas Miklós következne, de Miklós egészségi állapota nem tette lehetővé, hogy beugorjon. Néhány gondolattal megidézném a Hunagi 25. napján Miklós egy kicsit nosztalgiázott, hogy hol találkozott ő először a térinformatikával. Valamikor a 70-es, 80-as évek fordulóján USA-ba és Kanadába járt, és összeakadt egy Roger Tomlinson nevezetű úriemberrel, akiről annyit kell tudni, hogy egy angol geológus, földrajzos szakember, aki a 70-es évek elején PhD-zott, digitális, hagyományos térképek digitális átalakítása és az erre épülő modellezési módszertanból, de előtte már új gyakorlatokat végzett, 1963-ban Kanadába húzták föl az első olyan, nagyképűen nevezzük térinformatikai rendszernek, térinformatikai rendszert, ahol a kor kiváló IBM számítógépei hadrendbe lettek állítva, és ez volt a Tomlinsonnak az elképzelése, hogy talán a hihetetlen élő munkát, ahogy egy papíros alapú térképről területfelhasználási optimalizálást végeztek Kanadába, ezt ki lehetne váltani, ha tényleg alkalmas ez a számítógép nevezetű dolog műszaki feladatok megoldására, ebbe fejest ugrottak, leírták egymás után azt a három szót, hogy Geographical Information System, és elindult egy új tudományterület és technológiai szakterületnek a művelése. A Miklós találkozott ugye ezzel az úriemberrel, majd hazajött Magyarországra, hogyha ez Kanadában működik, az egy kicsit nagyobb ország, nem csak 93 ezer négyzetkilométer, akkor itt is célszerű lenne lépéseket tenni, ilyen téradatokra épülő számítógépes döntéstámogatási rendszerek létrehozására. Ő ebbe direkt módon nem szállt bele, inkább az informatikai felületét polírozta a műfajnak, és létrejött ugye a térinformatika, mint újság, a térinformatika kis szövetkezet, tehát a 80-as évek fordulójától kezdve számtalan olyan kis embrionális dolog indult el, amiből majd a utána a következő előadók elmesélik, hogy professzionális cégek, megoldásrendszerek, módszertanok tömege nőtt ki napjainkra.